Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy mesélik, ha egy év véget ér és kezdődik egy új év, ezekben a napokban a szellemek uralkodnak 12 napig. Vannak jó szellemek, de vannak gonosz szellemek is. Évfél előtt kívánhatunk valamit, mert ez a kívánság megvalósul. Úgy mesélik, hogy minden nap összekötetésben áll egy bizonyos hónappal. Ez az időszak december 25-én kezdődött, és az kihat január hónapra. December 26-a február hónapra, és így tovább. A mai nap január 4-e az kihat november hónapra, és akkor is van egy nap, amikor kívánhatunk valamit, és ez beteljesül, ez november 5-én lesz. A november hónap energiája azt jelenti számunkra, hogy legyünk kicsit visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, ügyeljünk arra is, hogy mit érzünk, és ki iránt érzünk valamit. És mi hat még ki november hónapra, mi várható, azt most megtekintjük a következő kártyánál. Ezen a képen láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Kimutatja a bátorságát, a lelkesedést és a testi kapcsolatot is, egy szenvedélyes szerelmet. A férfiak így fognak látni bennünket, és mi hölgyek ilyen büszke tartással köszöntünk november hónapra. Amit még ez a kártya mutat számunkra, hogy égessünk fel mindent magunk mögött, ami eddig nyomasztott bennünket, szomorúvá tett. Tekintsünk egy új irányba ezzel a büszkeséggel és bátorsággal. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!